hasznos tevékenységét? Valamint, ha igen, akkor ezt milyen módon kívánják megvalósítani? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Séfalvai Zoltán államtitkár úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Úgy gondolom, hogy a kormány értékrendje változatlan a 98-as és 2002-es időszakhoz képest. Központjában áll a munka, az otthon, a család, az egészség és a rend. Ha nézzük a 29 pontot, már ott is láthatók az első lépések, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Például a családban foglalkoztatottak, így a gyermekek felügyeletében, házi tanításában, közreműködők díjazásának adómentessége, vagy éppenséggel az öröklési illetékmentességnél is ezeket a lépéseket látunk. De a kérdés persze az adórendszerre vonatkozik. Ugye az adórendszernél van egy alap probléma, amivel úgy gondolom minden adórendszernek valamilyen úton, módon válaszolni kell. A válasz pedig az, vagy a probléma pedig az, hogy egyénileg adózunk, és jövedelmeinket családban és családra költjük el. Ez egy ellentmondás. Ez minden ország valamilyen úton, módon próbálja ezt kezelni. Személyi jövedelem adó van, hogy egyénileg fizetjük, de az elköltés módja az a családban történik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az adórendszernek ezt kezelnie kell, és nagyon szomorú mindaz, amit említett, hogy a szocialista kormányzat idején ez mennyire háttérbe szorul. A most kidolgozás alatt álló új adórendszerben, mint a személyi jövedelem adó rendszerben arról beszélünk, hogy egy 16%-os egykulcsos adó lesz, amelyikben gyermekkedvezményt építünk be, tehát az előbb említett problémát is próbálja kezelni. Nagyon sokszor felvetődik persze itt a kérdés a 16%-os egykulcsos adónál, hogy itt most milyen réteget hoz hátrányba, előnybe. Hadd tegyem hozzá, ez az adó nem büntet. Kétféleképpen nem büntet. Nem bünteti a tehetséget, a szorgalmat, az iparkodást. Aki dolgozni akar, azt nem bünteti. És mivel gyermekkedvezményt építünk be ebbe az adórendszerbe, nem bünteti azt, aki gyermeket vállal. Én úgy gondolom, hogy ennél jobb elveket egy adórendszer, személyi jövedelem adórendszer felépítésénél nem vállalhatunk, hogy ne büntessen. Ne büntessen szorgalmat, tehetséget, ne büntessen a gyermekvállalást. Ha mindezt sikerül megtennünk, és jelen pillanatban a minisztérium ezen dolgozik különfajta modellszámításokkal, akkor valóban lehetőség nyílik arra, hogy ezzel a lépéssel a népesedési helyzeten is radikálisan változtatni tudjunk. A korábban elhangzott 9 millió és így tovább, ugye tehát 10 milliónál kisebb népességszámon is elkezdődjön az a lépés, amiben meg tudjuk ezt változtatni, és az őszi ülésszakban ezt kidolgozzuk, bemutatjuk, és ehhez kérem képviselő urak, hölgyek támogatását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem válaszom elfogadását. A választ. Szót, elnök úr. Igen, elfogadom a választ, mert valóban a családosok az elmúlt években, lassan egy évtizedben végtelen igazságtalanságnak élték meg azt, hogy nem vette figyelembe az adórendszer azt, hogy hányan élnek abból az adóból, és valaki, aki egyedül élt, ugyanannyi adót fizetett, mint akik esetleg 5-6-an éltek egy családon belül ugyanebből az összegből. Én úgy veszem ki államtitkár úr válaszából, hogy ez az igazságtalanság orvoslásra kerül a kormányzat részéről, és a munkából élő gyermeket vállaló családoknak végre ismét a kiszámíthatóság évei következnek. Köszönöm szépen, és még egyszer mondom, elfogadom a választ. Mint hallhattuk, képviselő úr elfogadta az államtitkári választ. Tisztelt országgyűlés, Schiffer András, az LMP képviselője interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhöz Narancs Kaszinó a Banán Köztársaságban címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásául Matolcsi György miniszter úr fog válaszolni. Megadom a szót képviselő úrnak, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Hát természetesen boldogabb lettem volna már csak itt a személyes érintettség okán is, hogyha az elmúlt hónapok eseményei után miniszterelnök úr személyesen válaszol, de tekintettel itt a diplomáciai elfoglaltságra nyilván elfogadom válaszadónak a gazdasági miniszter urat. Tisztelt miniszter úr!
A Gyurcsány kormány még leköszönése előtt a tavaly április 10-én meghozott rendeletével nyilvánította kiemelt jelentőségű beruházásá a Sukoróra tervezett King City kaszinó projektet. A beruházással szemben számos a Velencei tó természeti és kulturális örökségét féltő állampolgári közösség emelte fel a szavát. A lehet más a politika pedig éppen a tavalyi, vagy a 2009-es rendeletalkotással kapcsolatos mulasztások miatt tett feljelentést a korábbi miniszterelnök ellen. Az elmúlt hetekben kiderült, hogy a kaszinó bizniszben érdekelt befektető a jelenlegi kormányfővel is felvette a kapcsolatot még idén januárban. Az új kormány lassan több mint 100 napja van hatalmon, és több mint 100 napja fenyegetőzik elszámoltatással, miközben a sukorói kaszinó beruházást kedvezményező 83/2009-es kormányrendelet még mindig hatályban van. A rendelet megalkotása előtt sem ökológiai, sem gazdaságfejlesztési hatástanulmány nem készült. A munkahelyteremtésről elhangzott szólamok semmivel sincsenek alátámasztva, és még kevésbé lehetünk biztosak abban, hogy éppen ez lenne, és éppen itt, ebben a kistérségben lenne a tartós foglalkoztatásbővítés megfelelő módja. Ez a rendelet a korrupciógyanús szálak mellett akkor is tovább mélyíti a multik és a hazai vállalkozók közti szakadékot, tehát erősíti a duális gazdaságot, ha a külföldi befektetőket most narancsos kezek kedvezményeznék. Az LMP ráadásul narancsos megaberuházás sem szeretne látni a védett környezetben, ezért szólította föl a kormányrendelet haladéktalan visszavonására néhány héttel ezelőtt a kormányt. Tisztelt miniszter úr! Unásig ismerjük a frázisokat a banánköztársaság végéről és a jogállam eljöveteléről. Most világos válaszokat várunk. Milyen jövőt szán a kormány a Velencei tó vidékének, az ottani védett természeti és tájképi környezetnek? Mik a kormányzati fejlesztés politika prioritásai? A multinacionális cégek és kaszinó beruházásaik, avagy a családi gazdaságok és a szelíd turizmus? Miért nem volt elég 100 nap a sukorói rendelet hatályon kívül helyezésére, és mikor tervezi azt hatályon kívül helyezni a kormány? S végül, okkal bízhatnak-e abban a környék állampolgári közösségei, hogy a kormányváltással a Velencei tó megmenekül a kaszinó projektől? Várom válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig válaszadásra megadom a szót Matolcsy György miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Sukoron kaszinó nem lesz, ezt mindjárt tudjuk. A miniszterelnök úr személyes érdekeltségét is ismerjük, szereti a vidéket, szereti a Velencei hegység, és szereti a Velencei tó körüli lágy völgyeket, szelíd dombokat. Ezt szeretjük mindannyian. Éppen ezért sem kaszinóváros nem lesz, sem gyárváros nem lesz a Velencei tó körül, hanem bizony olyan fejlesztésekre, olyan átalakításokra kerül majd sor, amelyek úgy, ahogy Nyugat-Európában és az Európai Unió fejlett vidékein a vízre, a tóra valami különlegességet építenek. Ilyen a Bodeni tó, ilyen a Lacleman, ilyen a Genfi tó. Ezek okos tavak, intelligens tavak, amelyek körül pihenni lehet, rekreációra van lehetőség, kutatni, fejleszteni lehet. Nem szennyező laboratóriumokban, hanem aggyal. Tehát egy okos, pihenő, a hazai turizmus segítő, hazai turizmusnak az egyik ékkövét jelentő fejlesztésekre kerül majd sor a Velencei tó körül. Hát ez mindannyiunk álma, úgy gondolom az öné is, képviselő úr. Egyéb iránt a KEHI vizsgálódik, folyik a KEHI vizsgálat, és a kiemelt beruházási státusz visszavonására utasítást adtam, a KEHI vizsgálódása ezt nem is érinti. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem képviselő urat, elfogadja a miniszteri választ. Képviselő Köszönöm úr, szépen a szót, elnök úr. Először is üdvözlöm a bejelentést, hogy ezek szerint nem lesz kaszinó projekt Matolcsy miniszter úr szerint a Velencei tó partján. Viszont az alapvető kérdésre, hogy ez a rendelet miért van még hatályba, és mikor kerül hatályon kívül, nem adott továbbra sem a magyar polgároknak világos választ az Orbán kormány. Éppen ezért a miniszteri választ nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen, képviselő úr.
Világos, hogy erre a válaszra itt az interpelláció keretei között már nem kerülhet sor. Úgyhogy tájékoztatom az országgyűlés, hogy képviselő úr nem fogadta el a miniszteri választ. Kérdezem tehát, az országgyűlés elfogadja-e a választ? Kérem, szavazzon! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 207 igen szavazattal, 76 nem, és 5 tartózkodó szavazattal a miniszteri választ elfogadta. Tisztelt országgyűlés! Gúr Nándor, az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez. Meddig tartanak még a törvénytelen kirúgások a munkai területén címmel? Gúr Nándor képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon, képviselő! Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt miniszter úr! Törvényesség, törvénytelenség. Azt gondolom, hogy nincs jogállam a törvények tisztelete nélkül. Nincs jogállam a törvények tisztelete nélkül, és ezt azért mondom, mert az, hogy a köztisztviselőket 2 hónap leforgása alatt ki lehet rúgni okszerű indoklás nélkül, erre lehet törvényt hozni, persze. Ez nem törvénytelen. Ez esetleg az Európai Unió alapjogának a kártájával, vagy épp a szociális kártával, vagy az ILO konvencióval, vagy ilyen típusú dolgokkal nem ér össze, amit lehet, hogy sokan, akik a törvénytervezetet csinálták, nem is ismerik, nem is tudják, hogy miről szól ez a történet. Nem is tudják, hogy mi Európába tartozunk. De az, hogy törvénytelenül legyenek kirúgva emberek, ráadásul azok által, akik miniszterek vagy államtitkárok, magyarul a törvény szolgái, hát ez már azt hiszem elfogadhatatlan. Ez megcsúfolása mind a jogállamiságnak, mind a demokráciának. A jogrend aláásása. Nem az, hogy emberség, nem. Nem az, hogy munkajogi védelem, nem. Nem az, hogy korrektség, de hogy ezeket a fogalmakat nem is használom. Bocsánatot arról beszélek, kérek, képviselő úr, az interpelláció kötött műfaj. Igen, nem beszélni kell róla, hanem azt kell elmondani, amelyet azt szó mondom. Szerint benyújtott. Úgyhogy kérem, ragaszkodjon ahhoz a szöveghez, nem szó szerint amelyet kell benyújtott. Tehát arról beszélek, a törvényességről, arról beszélek, és arról beszélek, amire várom is a minisztertől a választ. Arról, hogy az állami foglalkoztatási szolgálat főigazgatóját, a regionális munkahelyi központoknak a főigazgatóit 7-ből 6-ot kirúgtak. Ez rendben is van. Önök ezt megtehetik. Kirúgták ezeket az embereket, de a kirúgások ezek úgy történnek, hogy nem felelnek meg a törvény előírásoknak. 1991-ben fogadták el ebben a házban a foglalkoztatási törvényt. Ennek a törvénynek a 13. paragrafusa tételesen arról szól, hogy ezeknek a szervezeteknek, az első embereinek, akár a kinevezésénél, akár a felmentésénél a munkahelyi tanácsok véleményét ki kell kérni. Ott van benne a elnök úr, az interpellációban szó szerint, ez le van írva, tudja követni. Tehát és hogyha a törvények ezt írják elő, akkor azt gondolom a miniszternek, az államtitkárnak kutya kötelessége az a dolga, és nem nagy ívben, nem folytatom a mondatot, kell megtennie a dolgait, amit a törvény előír. Miért nem tartják be a törvényességet? Meddig kívánnak még törvénytelenül működni? Hogyan várják el az egyszerű állampolgároktól azt, hogy törvénytisztelőek legyenek, azokat a normákat tartsák, amelyet ezen ház falai között hozunk? Hogyha és önök miniszterként, államtitkárként a törvényességet semmiben nem nézik? Erre kérem a miniszter válaszát az interpelláción szerint. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr, válaszadásra megadom a szót Cséfalvai Zoltán államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár! Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Képviselő úr arra a törvényre hivatkozik, amelyik előzetes véleményezési jogot biztosít a helyi munkahelyi tanácsoknak ilyen kinevezések ügyébe. Szeretném felhívni tisztelt képviselő úr figyelmét, hogy 2010. július 6-án hatályba lépett a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény. E törvény 76. paragrafusának első bekezdése értelmében a törvény hatállyal tartozó szerveknél foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya, így az ön által említett foglalkoztatási és szociális hivatal főigazgatója, valamint a regionális munkaügyi központok főigazgatói esetében is kormánytisztviselői jogviszonya alakult át. Tehát a meglévő köztisztviselői jogviszony kormánytisztviselői jogviszonyát történő át.